Változtass most! Ezt a szlogent adta idén a Vízvilágnapjának az ENSZ. A Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság és a Magyar Hidrológiai Társaság vármegyei szervezetének megyeházán tartott ünnepi előadó ülése is e köré a jelmondat köré épült. Bodnár Gáspár, a Feti Vízi igazgatója kiemelte, az elmúlt 10 évben erősödő éghajlatváltozás egyre nagyobb károkat okoz a Kárpát-medence környezetében is. Egyre hosszabbak a csapadékhiányos időszakok, és utána pedig hirtelen alakulnak ki nagy csapadékok, rövid időn belül, akár villámárvizek is kialakulhatnak. Tehát készülnünk kell a többletvíz, a káros vizek kezelésére is, és a súlyos vízhiányos helyzetek kezelésére is. Ez a ma és a jövő feladata lesz a vízgazdálkodás területén, és hát természetes, hogy változtatnunk kell. Az idei szlogen úgy szól, hogy változtass most, egy felszólító mondat, ami nyugtalanító, hiszen azt jelzi, hogy az ENSZ is úgy gondolja, hogy a 24. órában vagyunk, tehát a vizekkel máshogyan kell foglalkozni, mint ahogy ezt tette az emberiség eddig. Ez a változás pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is nagyon komolyan indokolt. Különösen a Nyírség az, amely hatalmas vízhiánnyal küzd. Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke köszöntőjében arról beszélt, jó ütemben halad a térség vízpótlását megcélzó beruházás tervezése. Egy évvel ezelőtt két miniszter társaságában köszöntöttük ezt a jeles napot, és talán már egy évvel ezelőtt beszéltünk arról a megyei, vármegyei vízügy előtt álló nagy feladatról, ami a Tiszából eredendő vízpótlás jelenti a Nyírség vízválasztójára. Ennek a tervezése elkezdődő gőzerővel folyik is, remélhetőleg ez év végére, ahogy az uniós projekt elvárja, sikeresen is zárul, és egy újabb hatalmas beruházási dömpinget jelent a vármegyében, illetve a vármegyei vízügy számára is nyilvánvalóan ez a program majd lehetőséget, illetve feladatot ad, hogy az Észak-Nyírségnek váró kihívásra megfelelő választ tudjunk adni. Román István vármegyei főispán arra hívta fel a figyelmet, hogy a mindennapok során is takarékoskodni kell a vízzel. Hozzátette, a kormányhivatal munkáját is jelentős vízzel kapcsolatos feladatok teszik ki. Különösen így volt ez a tavalyi évben, amikor rekordmennyiségű asszálykárigényt kellett elbírálni. Hanem magunk is nemzetközi programokban veszünk részt. Például egy határon átnyúló program keretében a Tiszának a vízi monitoringjának a lehetőségét teremtettük meg, illetve szélesítettük ki, ami azt gondolom, hogy a mindennapi hivatali munkánkon túlmutatóan egy olyan plusz feladatvállalás, aminek örömeltettünk eleget, és azt gondolom, hogy aminek itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon fontos, vármegyében nagyon fontos feladata van, de hát találkozunk a vízzel, miközben a vidékfejlesztési pályázatokat gondozzuk, és az öntözéssel kapcsolatos ügyek kerülnek elő. Tehát, hogyha már a mezőgazdaságnál vagyunk, akkor ide sorolnám azt is, hogy a víz meg nem léte, az asszály, az óriási feladatot jelentett számunkra is, mint hatóság számára, az agrárkárenyhítés területén például. Tehát azt gondolom, hogy nem mindegy az, hogy a vízzel hogyan gazdálkodunk. Az eseményen a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvilágnapi rajzpályázatának nyertes középiskolásait is díjazták.